Egyszerű volt a képlet kisvárdai szempontból a diósgyőri meccselőt, amennyiben a vendégek legalább egy pontot szereznek, benn maradnak az NB1-ben. Bódog Tamás együttese viszont nem döntetlenre, győzelemre játszott, és Obradovics révén már a 8. percben megszerezte a vezetést. A 42. percben Viana duplázta meg az előnyt, így nyugodtan mehettek a szünetre a várdai játékosok. A második félidőben a vendégek úgy játszottak, ahogyan egy előnyben lévő csapatnak kell, a hazaiak pedig nem találtak fogást ellenfelükön, így a 2-0-as győzelemmel magabiztosan harcolta ki a bennmaradást a kisvárda. Az az utolsó pár hét, amit így a csapat együtt töltött ilyen sűrű programmal és ezzel a hozzáállással, jókedvel, ezzel a akarattal, ez biztos voltam benne, hogy ez csak egy irányba visz, és az a bennmaradás és a győzelem felé. Na most voltak lehet egy kicsit olyan mérkőzések, amik nem sikerültek teljesen, de én úgy gondolom, hogy ez a csapat hozzáállásban mindent beletett, és amióta én itt vagyok, én úgy gondolom, hogy ez egy sikeres csapattá kovácsolódott. Előtte nem feltétlenül volt az, de ez a hozzáállás ez olyan szinten erősödött a játékosokba, hogy a végén számomra nem volt kérdés, hogy ezt a Diósgyőr meccset is behúzzuk, mert tudtam azt, hogy jók vagyunk, erősek vagyunk, mind taktikailag, mind fizikailag, mind mentálisan. A hozzáállás az meg parádés volt, úgyhogy egy nagyszerű győzelem volt, és köszönet érte még egyszer a csapatnak. A forduló további eredményei a következők: Zalaegerszeg Molfehérvár FC 1-1, Újpest Kaposvár 5-0, Debrecen Paks 1-1, Ferencváros Mezőkövesd 1-0 és Puskás Akadémia Budapest Honvéd 2-1. A bajnoki címet a Ferencváros szerezte meg 76 ponttal, megelőzve a 63 pontos Molfehérvár FC-t és az 54 pontos Puskás Akadémiát. A kisvárda 12 győzelemmel, 6 döntetlennel és 15 vereséggel 42 ponttal a 8. helyen végzett. Az NB1-ből a Debrecen és a Kaposvár esett ki. Bódog Tamás a 19. fordulót követően vette át a kisvárda irányítását. A hátralévő 14 fordulóban 6 győzelemmel, 3 döntetlennel és 5 vereséggel 21 pontot szerzett a csapat. Előtte olyan fázisban volt a csapat, hogy 5 meccsből 4-szer kikapott, egy döntetlen volt és egy totálisan szétesett csapatot vettem át. De most utána nem volt egyszerű, de úgy gondolom, hogy megoldottuk, elindultunk egy jó úton, utána jött ez a koronavírusos időszak, ami azért annak ellenére, hogy egy hosszú, nehéz időszak volt, számunkra segített, mert mind fizikálisan, mind taktikailag be tudtam pótolni azokat a hiányosságokat, amik előtte nem voltak meg a csapatnál. És utána pedig az már tényleg egy szenzációs dolog, ahogy a csapattal együtt tudtam dolgozni. A kisvárdai játékosok 2 hét pihenőt kaptak, a felkészülés július közepén kezdődik, a 2020-2021-es idény pedig augusztus 15-én rajtol.